ahogy már arról korábban szó volt, nincs olyan, hogy ártalmatlan szórakozás, hiszen azok, akik ezt a világot uralják és irányítják, nem ölnének több százmillió dollárt egy-egy produkcióba, pusztán azért, hogy szórakoztassák az embereket. Minél sikeresebb egy film, annál inkább szolgálja a propagandát. És ez igaz az Alkonyat sorozatra is. Hogy miköze ennek az ezernyi fényponthoz, az hamarosan kiderül. Előtte azonban hozzátenném, hogy minden film, melyben erős női szereplők vezetik a forgatókönyvet, illetve a női hősök körül forg a történet, az egyértelműen a feminizmus, illetve a nő férfiasítását szolgálja. Nincsen probléma azzal, hogyha egy nő erős karakter mindaddig, amíg az írása összeegyeztethető. Azonban az, amit a filmekben látunk, az egy másfajta jellem promóciója. A szerelmi háromszög maga egy utálatosság, különösen akkor, ha több férfi vesz részt benne, és egy nő. De mindenképpen az erkölcstelenség az, amit sugároz az emberek felé, különösen afelé, a réteg felé, aki ezen filmek rajongó táborát képezi. A másik probléma a vámpír történetekkel az, hogy a vér elfogyasztása az egy utálatosság és az egyik legsúlyosabb bűn az írás szerint. Ezek a karakterek pedig így élnek. Ezekért a karakterekért rajongnak aztán milliók, különösen abból a rétegből, akik a leginkább fogékonyak az új ötletekre. A másik ugye a valóságban kialakult viszony a főhősök között, ami szintén azt a látszatot kelti, hogy a szerelem az egész egyszerűen csak kialakul két ember közt, aztán elmúlik és az emberek továbbállnak. Ez a fajta majom szeretet az, ami az összes hollywoodi produkcióból sugárzik. Ez rányomja bélyegét még a felnőttek életére is, nemhogy a fiatalabb generációra. Felnőnek úgy, hogy azt gondolják, hogy az igazi szeretet az, amikor meglátnak valakit, és megtetszik az az ember, az, ahogy kinéz, ahogy beszél, ahogy öltözik, ez a szerelem, ami aztán elmúlik, ez egy természetes folyamat, és továbbállnak. Ez a felületes kapcsolat aztán beágyazódik az életükbe, és ez az eredmény, ami ma a világban történik. Ugyan ez igaz a barátságra és mindenféle emberi kapcsolatra később. Felületes érzelmekre épülnek ezek a kapcsolatok. A másik dolog, amikor az ártatlan kislányból egy vadóc vagy lázadó nő karakter kialakul, nem csak a filmben, hanem a sztár idézőjelben valódi életében is. Ez történt Emma Watsonnal. De ugyanez igaz számtalan más karakterre, akár a zenevilágából, ha csak Rihanna-ra gondolunk, vagy Lindsay Lohan-re és az összes többire. Ez aztán a rajongótábort vezeti tovább ugyanazon az úton, ahol a karakter mozog. Hiszen így működik ez a rajongás. Az ember utánozza azt, aki ő számára egy modell. Ezek a nők, vagyis hát lányok tulajdonképpen, akik ilyen nővé válnak, elvezetik az egész rajongótábort ezen az úton. Nem csak az erkölcstelenség, a felületes kapcsolatok, hanem a lázadás ugyanúgy része ennek a programnak. Valaki azt gondolja, hogy az Egyesült Nemzetek, ez ugye a HeForShe programja az Egyesült Nemzeteknek, ami egy burkolt feminista mozgalom tulajdonképpen, ahol a nő férfivá változik. Persze az emberek nem így élik meg, hanem még mindig az egyenjogúságért küzdenek. Szóval valaki azt gondolja, hogy az Egyesült Nemzetek odaenged bárkit is, aki nem az idézőjelbe tett globalista programot segíti elő. Ezek az emberek színészek, mindazok Leonardo DiCaprio, Matt Damon, az összes George Clooney, akiket látunk nyilatkozni a globális felmelegedésről, az összefogásról, a békéről, Angelina Jolie, mind színészek, és az emberek ezt hajlamosak elfelejteni. Ők eljátszanak egy szerepet, nem csak a filmekben, az életben ugyanúgy. Ki más lenne jobb karakter arra, hogy ezeket eljátsza, mint az, aki amúgy is az emberek megtévesztéséből él. Nézzük, hogy mit is mondott Stephanie Meyer, és hogy miköze van ennek a alkonyat történethez. Azt azok bizonyára tudják, akik ismerik legalább minimális mértékben a szórakoztatóipart. Stephanie Meyer volt az, aki az alkonyat novellákat megírta, ami több mint 100 millió
példányban kelt el, és 37 különböző nyelvre fordították el. Úgyhogy érdemes mindenkinek azt figyelembe vennie, hogy senki nem képes eladni ennyi könyvet, ha csak nem egy felületes értékrendet közvetít. Lehetetlen, hogy ennyi ember egy értékes dolgot megvegyen. Ez alól az egyetlen kivétel természetesen maga az írás. De bármi, ami az úgymond pop kultúrából származik, soha nem tudnának eladni annyi könyvet, hogyha az igazság szerepelne benne. Ha az, hogy a mi feladatunk itt az, hogy engedelmesen és alázatosan kövessük a teremtő utasításait. Az alkonyat történet ennek az ellenkezőjét hirdet, egy erkölcstelen, laza, felületes világot, amelyben a test az, ami uralkodik, és az erő által érvényesülnek az emberek. 2008-2009-ben bestseller volt Stephanie Meyer, 30 millió könyvet adott el 2008-ban, 26,5 millió könyvet 2009-ben. Egyszerűen hihetetlen, hogy még mindig nem látják az emberek, hogy mi az, ami történik. Nem azt mondom, hogy ő vagy az összes író része az összeesküvésnek. Én azt állítom, hogy az a spirit, az a szellem, ami ezeket a könyveket uralja, az uralkodik az egész világon. 2008-ban ez a személy 49. volt a 100 legbefolyásosabb ember listáján a Time magazin szerint. A Forbes magazin szintén a 100-as listára tette 2009-ben a 26. helyen egy olyan embert, aki gyakorlatilag erkölcstelenséget hirdet az elejétől a végéig. Több mint 50 millió dollárt keres évente ezzel a dologgal. 2010-ben az 59. volt ezen a listán a Forbes magazin szerint, és mintegy 40 millió dollár volt a bevétele. El tudja képzelni valaki, hogy az igazságot hirdetve 50 millió dollár bevételre tenne szert, hogyha elmondaná az embereknek azt, hogy teljesen mindegy, hogy itt mit csinálnak, ha nem a keskeny úton haladnak a szűk kapu felé, akkor az egész nem ér semmit. Ez lehetséges valaki szerint, hogy eladja 30 millió könyvet erről beszélve? Persze, hogy nem, hiszen az igazság útja az nehezebben él. Abban nem fér bele, hogy valaki havonta másba szerelmes, három havonta meg mással költözik össze. Vagy hogy azt mondja, amit gondol, és hogy nem változik, és mindenki elfogadja majd úgy, ahogy ő van. De nézzük ezt az idézetet. Ha jól értelmeztem, akkor ez az alkonyat sorozatból való. Ez egyszerűen összefoglalja mindazt, amiről ez a sorozat van. Felületes érzelmek, erkölcstelenség. Így szól. Előtted, Bella, az életem olyan volt, mint egy holttalan éjszaka. Ez ugye továbbra is az az ostoba majom szeretet, amiről az egész világ szól tulajdonképpen. A test kívánsága és a szemek kívánsága az, amit az ember meglát, felületesen ismer, és aztán vonzalmat érez iránta egy ideig. Nagyon sötét volt, de voltak csillagok, fénypontok. A csillagok, fénypontok. Azért ezt választották, az ezernyi fénypont szimbólumát, mert ezek azok a lények, melyek irányítják az életüket, azok életét, akik ezt a világot uralják. Ezért használják ezt a jelképet, mert azok, akik beavatottak, akik megvilágosultak, felvilágosultak, azok pontosan értik azt, amiről ezek szólnak. Minden történet egy átvitt értelemben értelmezhető igazán csak. A felületes, az, amit úgy hívnak, hogy exoterikus, az azoknak szól, a tudatlan tömegeknek, akik nem értik. Az ezoterikus jelentése a történetnek pedig azoknak szól, aki része ennek a csoportnak, az illuminátinak, a felvilágosultaknak. Aztán egy csillag suhant keresztül az égen, mint egy meteor. A hulló csillag a kezdetektől fogva Satán volt, az ellenség. Ő volt az, aki lejött a földre és világosságot hozott. Hirtelen minden égett, volt ragyogás és szépség. Ez volt az a pillanat, amikor ő megérkezett a földre, elhozván azt a tudást, amit ma mi tudománynak ismerünk. A világ tudása az a tudás, mely azt halhatatlanságot ígér az embernek. Nem a teremtőtől származó tudás, mely engedelmességet, alázatot és állandó változást követel, míg az ember tökéletes nem lesz a teremtő atya szerint, hanem azt a tudást, amit a világ hirdet. Amiről a legtöbben úgy beszélnek ma,
hogy az ókorban az mágia volt, meg varázslás, ez az, amit mi tudománynak nevezünk. Ez volt az a csillag, mely átsuhant az égen, és felvilágosította azt, és ragyogás és szépség követte. Amikor elmentél, amikor a meteor a horizont alá zuhant, minden fekete lett. Amikor eltűnt Satán, amikor elzárja az atya, akkor viszont sötétség borul a földre. Semmi sem változott, de a szemem elvakította a fény. Illuminati azt jelenti fényes, Lucifer azt jelenti fényes hajnalcsillag. Ezért mondtam azt, hogy aki az átvitt értelmét érti a történeteket, tudja, hogy kikhez szól és kinek szól az összes történet. Ez egy burkolt imádat azok felé, akik az emberiség sorsát megváltoztatták az engedetlenségükön keresztül. Nem láttam többé a csillagokat, és minden értelmetlenné vált. Amellett, hogy a felületen továbbra is az a fajta felületes emberi kapcsolat zajlik, ami jellemző ma a világra, és tulajdonképpen a majom szeretetnek a tovább terjesztése, burkoltan ugyanúgy az ellenséghez szól ez a történet. Érdekesnek találtam azt, hogy bár nem hallottam róla, de Janet Winterson szintén megemlíti a Thousand Points of Light, illetve magát a fénypontokat többször is műveiben. Ez az egyik idézet. Még a legszilárdabb dolgok, a legvalóságosabbak, a legkedveltebbek és a legismertebbek csak a kéz árnyékok a falon. Üresség és fénypontok. Arról beszél, hogy minden, amit mi látunk a világunkban, az csak tulajdonképpen üresség. Ez ugye az az ostoba teória, hogy a dolgok nagy része az fekete anyag, meg anyag közt is űr, ez a kvantum teológia tulajdonképpen, ami egy új vallás lett, ez annak a promotálása. Üresség és fénypontok. A fénypontok ismét csak arra utal vissza, amiről eddig beszéltünk. Az érdekes az egészben az, de nézzük meg még egy idézetet. Az ágyon feküdtem és néztem az ablakon át a csillagokat. Egy könyvben olvastam, hogy a csillagok bárhová el tudnak vinni. Persze, hogy egy könyvben olvasta, hiszen erről szól az egész világ. A csillagok elviszik az emberiséget egy rossz irányba. Nyilván ő nem erre gondol. Sosem akartam űrhajós lenni a sisak miatt. Ha ott lennék a Holdon vagy Tejúton, szeretném érezni a csillagokat a fejem körül. Arról beszél, hogy ha űrhajós lenne, akkor ugye ő szeretné, hogyha szabadon lenne a feje, hiszen akkor olyan lenne, mintha a csillagokat érezné a hajában. Ez megint csak visszamegy a pogány vallásokhoz és a pogány tradíciókhoz, hogy a csillagok azok valamiféle istenségek, de ő erről is ír a következő sorban, szeretném őket a hajamban, ahogyan az istenek festményei. Az istenek maguk a csillagok. Az illumináti, a felvilágosultak, a beavatottak mindig is tudták a történelem során, hogy kik azok, akiket ők megszemélyesítenek, vagy pedig ábrázolnak. Ezek voltak az ő istenei. Ezért hívják őket Illuminátinak, mert ők tudják az igazságot. Az emberekkel elhitették, hogy ezek bolygók, ahol majd landolni fogunk, meg életet alakítunk ki. Közben ők pontosan tudták, hogy ezek azok, ahonnan kapják az információt, az ihletet, a képességeket, a tudást, és mindazt, ami őket kiemeli az emberiség sorából. Szeretném, ha az egész testem érezni a teret, az ürességet és a fénypontokat. Ugyanúgy az ürességről beszél, mint ahogy a korábbi idézetben, és még egyet meg fogunk nézni, mielőtt megnéznénk, hogy ki is Janet Winterson. De még egyszer mondom, a tudomány egy vallássá vált, mert mindig is az volt. A kezdetektől fogva a mágia és a pogány tradíciók összefonódása alkotta azt, amit ma tudománynak hívunk. Van egy másik dolog, amiről elég sokan beszélnek, ez a Hopi indián törzs hoax dolog, hogy a Hopi indiánok megjósolták ezt, vagy azt, vagy amazt. Ez egy nagyszerű bizonyíték arra, hogy az emberek hajlandó bármit elhinni, bármilyen ostoba dolgot, csak az igazsággal ne kelljen szembesülniük azzal, hogy bizony változniuk kell, és hogy korán sem annyira értékesek, annyira okosak, vagy annyira tökéletesek, mint világ azt el akarja hitetni velük. És ők elhiszik. Na de térjünk erre vissza. Szóval az indián törzsnek olyan kifinomult a nyelve,
mint a miénk. Ezt mondja ő, ugye, aki amerikai, ami a legprimitívebb nyelv tulajdonképpen a világon. De nincs a múltra, jelenre és jövőre nézve felosztva. A divízió nem létezik, ugye ez a megosztás nem létezik. Arról beszél, hogy az amerikai, illetve az angol nyelvben ugye van jövő, jelen, illetve múlt, és ebben a Hopi nyelven állítólag nincsen, nem létezik ez a felosztás. Megint ezután elkezdődik ez a filozófia, ami ugye népszerű, hiszen erkölcstelenséget hirdet, és az, hogy az ember a saját feje után mehet. Mit mond ez az időről? Az anyag a legszilárdabb és legismertebb dolog, amelyet a kezedben tarthatsz, és amely a testedet alkotja ma már köztudottan többnyire üresség. Ez ismét csak ez a kvantum teológia, filozófia dolog, ugye, hogy az anyag tulajdonképpen csak a sejtek közti tér, és ez teszi ki a 90%-át, valami hasonló ostoba dolog. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy az ember így lehetővé teszi, megindokolja magának azt, hogy bármit tehet, minden mindegy, ő csak semmi ürességű, a semmiből jött, stb. Stb. A tudomány vallása egyfajta erkölcstelen életfilozófia. Üres hely és fénypontok. Mit mond ez a világ valóságáról? Hát azon kívül, hogy ez egy álomvilág, amelyben ezek az emberek élnek, azon kívül azt mondja, amit már hangsúlyoztam az előbb, bármit képes elhinni az ember, csak az igazságot ne kelljen elfogadni, hogy neki változnia kell, különben kárhozatra jut. Az érdekes az egészben az, hogy ez a karakter, Janet Winterson, egy OBE, nem tudom, hogy mi ez, díjat nyert angol író, aki híressé vált a Narancs nem az egyetlen gyümölcs című novellájáról, amely egy félig meddig életrajzi, önéletrajzi mű, és egy tínédzser lányról szól, aki a hagyományos értékrendszer ellen lázad. A többi műve szintén a gender, vagyis a nem különböző megjelenési formáival foglalkozik, és a szexuális identitás problémájával. Gyakorlatilag az LMBT közösségnek, a különböző nézeteinek a propagandája az, amit ő áraszt magából és a műveiből. Nem véletlen, hogy a Lambda irodalmi díjat két alkalommal megnyerte, ez ugye az LGBT közösség, az LMBT közösségnek az irodalmi díja. A borzasztó az, hogy a mai világban ez az ember egy rádiós személyiség, illetve a kreatív írásnak a professzora. Ez a karakter, ezt az eszmerendszert hivatalosan terjesztheti és taníthatja. És nem csak, hogy ezt teszi, hanem ezért díjakat kap, és különböző elismeréseket a világban. Ez kellene, hogy mutassa mindenki számára azt, hogy merre és meddig süllyed le a világ. A narancs nem az egyetlen gyümölcs, 1985-ben a Whitbread díjat is elnyerte az első novelláért, ezután 90-ben TV műsorra került, ahol a BAFTA, a brit filmakadémikusok és a színház díját elnyerte. 87-ben egy újabb díjat nyert a Passion című novellájáért, ezen kívül a Királyi Nemzeti Színház szintén műsorra tűzte már különböző műveit. Probléma az, hogy ez a szexuális identitás zavarral küzdő ember ezt a nézeteit terjeszti a világon, ezt a szellemiséget terjeszti a világon, és a világ ünneplést imádja őt. Ez az, ahol tartunk jelenleg. Ez az út vezet az ezernyi fényponthoz, ami aztán megváltoztatja a világot. Ezek az emberek a fénypontok, akik megváltoztatják az erkölcsrendszert és az egész világot szépen lassan, napról napra, óráról órára. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!